Szia! Köszöntelek ismét a csatornámon, örülök, hogy megtisztelsz a figyelmeddel, úgyhogy megmutatom, mire támaszkodok most éppen. Erre, ugye, nagyobb, mint a fejem. Kérlek szépen, ez a nagy dobosi sütőtök. Isteni finom, borzasztó hosszú a tenyész ideje. Elvetjük a fagyok elmúltával, nem igaz, akkor vetjük, amikor van rá időnk, persze fészekbe. Egy kicsit trágyát teszünk alá, utána földet, aztán a magot. Jól betakarjuk, és amikor jönnek a fagyos szentek, akkor egy üvegkendővel letakarjuk, nehogy véletlenül is megfagyjon, mert akkor annyi. Én tavaly háromszor vetettem, és egyetlen egy darab tököm termet már megettem, vendégek voltak nálam, és akkor sütöttem meg, és valami fantasztikus, fantasztikus íze volt. Tulajdonképpen én is nagyon sokat vásároltam üzletbe, és el kell, hogy mondjam, hogy elfelejtettem már, milyen az igazi tök íz, a sütőtök íz. Na hát a nagy dobosi visszahozta ezt az ízt. Nagyon sokat nem kell róla mesélnem, hiszen te is nagyon sok mindent tudsz már. Például tudod, hogy milyen finom leveseket lehet belőle készíteni. Magam részéről megint nem azt favorizálom, amit ezek a gasztró akárkik folyamatosan főznek, hogy itt a kókusztáj, meg amott a mandula, a pirított a tetejére, mit tudom én, hát én ezt nem így csinálom. Egyetlen egy dologban haladok a korral, csicseri borsó teszek hozzá egy jó marékkal, sűrítőanyagnak, illetve egy zöldséges alaplében megfőzöm az egy répát, az egy krumplit, két hagymát, fokhagymát is teszek bele, és füstölt húst, valamilyen füstölt csonkát, vagy valami, hogy füstölt íze legyen, adok neki jó kis zsáját, kakukkfüvet, és olyan sűrűre főzöm, persze egy kicsit, amikor már kész van, akkor megmerítem benne a mixert, csak hogy összekoszolódjon, és az pont elég arra, hogy ilyen, hogy úgy mondjam, rusztikus legyen, és olyan sűrű, mintha főzelék lenne. Hát mennyei, tetejére pötyögtetek egy kis tökmagolajat, és ennyi elég is. Tulajdonképpen nem is szükséges más, mert ez egy igazán tartalmas, laktató étel. Viszont, ha unod már a sütőtök levest, mert mondjuk az asszony hetente főzi, vagy egyáltalán, ha te vagy az asszony, akkor unod már főzni hetente, akkor készíthetsz belőle például sütőtökös risottót. Na most ez is egy olyan óriási nagy tudományt igénylő feladat, hogy pirítsd a darizst, önts föl fehér borra, kavargasd, merőkanalonként adogasd hozzá a forró vagy húslét, alaplét, zöldséges lét, amit van a méhűtőben is föl tudtad forrolni. Igen, ez teljesen rendben van, viszont ez tényleg egy szaktudást igénylő feladat. Sok gyakorlást igényel, hogy a megfelelő állagot, még akkor vaj, meg a parmezán is hozzá kerüljön, és azért az én környékemen lássuk be, parmezán sajtot a legritkább esetben lehet kapni. Úgyhogy én a következőt csinálom, főzök egy rist, félreteszem, és utána készítek egy sütőtökös ragút. Szintén hagymával, fokhagymával, kicsi zsája, kicsi kakukkfű, meg ami eszembe jut, és amikor jól összefőzd, már annyira, hogy már szét is málik magától, nem kell különösebben semmit csinálni, akkor hozzáöntöm a rist, felszívja az esetleges lét, és nagyon-nagyon finom. Elképesztően jó, a múltkor ezt készítettem azért, mert maradt
kaspörkölt, és akkor azt szépen fölvágtam, és elegáns módon tálaltam, és akkor az egy nagyon finom volt, és akkor azt mondtam, hogy ez egy risotto. Nem, sütőtökös rizs volt. Viszont tényleg nagyon jó, és ilyen formában, ha különlegesen tálalod, akkor az is megeszi el, aki nem szokta, vagy azt mondja, hogy fúj meg, de én aztán a tököt meg nem eszem. És már el is érkeztünk a desszerthez, a harmadik fogáshoz, sütőtökös muffin. Amit én kikísérleteztem, az a Jamie Oliver féle recept, száraz anyag, nedves anyag, összekutyul, be a sütőbe, 180 fokra, 20-25 perc alatt teljesen készre sül, és akkor a tetejére lehet valamilyen ragasztóanyagot tenni, lehet az hab, lehet lekvár, lehet bármi, és akkor lehet színes cukrot, pirítordiót, vagy amit akarsz, vagy semmit. És akkor is nagyon jól el fog fogyni, mert a fahéjtól kap egy különleges ízt, és hogyha még esetleg, Jancsikám mondta, hogy tehettem volna bele egy kicsi csokoládé darabkát, elfelejtettem, nincs is itthon, lehet, hogy ha lett volna, akkor is elfelejtettem volna, de ha neked eszedbe jut és teszel bele, hát akkor, és még föl is melegíted fogyasztás előtt mondjuk, hogyha már másnapos, akkor megolvad benne a csoki, mindenki meg fogja enni, és nem fogja tudni, hogy deákot eszik. Na, mi az a deák? A D-E-A-K vitamin. D-E-A-K, vagyis deák. Így tudod megjegyezni a legkönnyebben. A deák vitaminhoz kell a zsíradék, mert csak úgy szívódik föl. Tehát ezt a bármennyit tököd az A-vitaminnal, az A-vitamin nagyon jót tesz a látásnak. Ha minden nap ennél egy kicsi sütőtököd, akkor lehet, hogy fél dioptriát, vagy valamennyit, de biztos, hogy javítani a látásodon. Ez is egy kipróbált módszer egyébként. Na most az összes többi vitaminnal is így van, tehát ami zsírban oldódik, ahhoz bizony zsírt kell enni. Nem a zsírtól fogsz hízni egyébként. Meg különben is kell a jó emésztéshez, kell a friss agyadhoz, a jó kedélyedhez, hogy nyugodtan egyél, és már mindent tudsz a sütőtökről, mert Halloween-nal elbolondítottak, tehát ott már ő faragod, orba, szájba a tököt, meg adod a tyúkoknak, a malacoknak, tudod, hogy vitamin van benne, téli nyaralás előtt, amikor elmész bárhová, akkor vagy mondjuk májusban, amikor előszezonban mész nyaralni, és fehér még a bőröd, és eszel egy csomó sütőtököt, akkor egyféle önbarnítóként fog neked szolgálni, és akkor ennél többet nem is kell mondani, az, hogy a férfiakkal etetjük a tökmagot, a tökmagolajat, nem kell gyógyszert szedni. Egyen tököt, tökösétet, ha füstölt hússal adod neki, biztos, hogy megeszi. Tökösételt tegyen, tökmagolajat, adjál a kezébe egy marék szotyolát, most meg főleg, mert olimpiai éve van, nem lesz gond a prostatájával, neked meg finom. Szevasz, jó főzést, jó étvágyat kívánok!